A jogáról és a különböző jogamódszerekről, valamint ezek testünket, lelkünket harmonizáló hatásáról már sokat beszélgettünk. Mi most az arcunkra fogunk fókuszálni, az arcjogára. Enikő, honnan eredeztethető ez a fajta mozgásforma? Hát az arc tornáztatására irányuló torna gyakorlatokat, illetve masszázs gyakorlatokat már évezredek óta ismerik és használják a nők, és ez szállt ugye anyáról lányára, generációról generációra. És az arcjogában pedig a masszást, az arctornát, az akupresszúrás pontok stimulálását, valamint relaxációs gyakorlatokat ötvözünk, és így alakul ki tulajdonképpen, amit a mai modern világban arcjogának ismerünk. Én szenvedélyesen hiszek az arcjogában, és nagyon-nagyon tetszik, hogy gyakorlatilag eléggé eszközszegény, tehát a kezünkkel végezzük a gyakorlatokat, illetve az arcizmainkkal, de mégis, hogyha szeretnénk egy kicsit professzionálisabban csinálni ezt, vagy mondjuk fejleszteni ezeket a mozdulatokat, akkor milyen eszközökkel tehetjük meg? Az első és legfontosabb eszköz, amit az arcjogához használunk, azok a kezeink. De szerencsére lehet sok gyakorlatot kéz használata nélkül is végezni, akár ebédszünetben, amikor rajtunk van egy smink, és nem akarjuk ezt lemosni, akkor számos gyakorlatot el lehet így is végezni, és felfrissíti az arcunkat. De hogyha szeretnénk még plusz változatosságot belevinni egy-egy eszközzel, akkor különböző kristályokból készült guasa követ, valamint arcrollert is lehet használni. Szerintem hozzám hasonlóan sokan nem a türelem szobrai. Mennyi ideig tart, amíg elsajátítja valaki az arcjogának az alapjait, illetve milyen gyakorisággal kell végezni ezeket a gyakorlatokat azért, hogy tényleg látható legyen a végeredmény? Nincs olyan, hogy végeredmény, mert az arcunk folyamatosan változik a korunk előre haladtával, és ehhez szeretnénk adaptálódni, ehhez szeretnénk az arcjoga, arctorna és masszázs gyakorlatokkal igazodni, hogy fiatalosabban tudjuk tartani az arcunkat. Ami az elsajátítást illeti, nagyon hamar megy. Én például privát arcjogaórákat tartok, valamint egy 10 napos kurzust is. Pillanatok alatt el lehet egy-egy mozdulatot sajátítani. Én azt szoktam javasolni, hogy először mindenki a tükörben gyakorolja, amíg már magabiztosan megy, és utána sokkal kényelmesebb például ágyban fekve, a nyakat megtámasztva a gyakorlatokat végezni. Főleg reggel ez nagyon üdítő és frissítő tud lenni. Mennyire nehéz munkára bírni az arcizmainkat? Először is tudatába kell kerülnünk egyáltalán, hogy hogyan használjuk az arcizmainkat. Nagyon sokszor észre sem vesszük, hogy milyen arckifejezéseket csinálunk, ugye. Összeszorítjuk a homlokunkat, fölhúzzuk, lefelé bigyeztjük a szánkat, de hogyha ennek tudatába kerülünk, akkor utána már nagyon könnyű munkára fogni az arcizmokat. Kinek javasolnád az arctornát, mondjuk hány éves korban érdemes elkezdeni, illetve milyen plusz ilyen kis fiatalság megőrző praktikákat tudnál javasolni azoknak, akik szeretnének ezzel a mozgásformával megbarátkozni? Én annak örülnék a legjobban, hogyha már egészen fiatal korban, 18 éves kortól elkezdenék a lányok és a nők használni az arcjogát, hiszen ez a legtermészetesebb módszer arra, hogy a fiatalságunkat megpróbáljuk minél hosszabb ideig megőrizni, illetve fenntartani. De természetesen 20-as, 30-as, 40-es, 50-es években is bármikor el lehet kezdeni. Amit én nagyon fontosnak tartok és elengedhetetlen, és ez a veszőperipám, az a vízivás. Rengeteg vizet kell ígyunk ahhoz, hogy folyamatosan hidratált maradjon a testünk, és így nyilván az arcbőrünk is. Valamint az ilyen rossz szokások, mint a dohányzás elhagyása, ugye a füst egyébként is öregíti a bőrt, plusz a szájtartás dohányzás közben is ráncosítja folyamatosan az ajkunk körüli területet, és az egészséges táplálkozás pedig elengedhetetlen. Friss zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. Úgyhogy ezek az alapvető tippjeim a fiatalság megőrzésére. Plusz nagyon jó natúr kozmetikumok használata.